Kezdem is azzal, hogy szerintetek mikorra lesz vége ennek a járványnak, illetve ennek az első ciklusnak, ha első ciklusról kell beszélni. András. Hát én arra gondolok, hogy ma nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenki COVID szakértő lesz. Lett. Én arra gondolok, hogy a matematikai modelleket figyelembe véve és alapul véve, én nem május 3-ára gondolok, mint ennek a magyarországi csúcspontjára. Vagy ha az csúcspont lesz, akkor utána lesz egy viszonylag hosszú plátó, egy egyenes. Én úgy gondolom, hogy optimálisan júniusban. Júniusban kezd lecsengeni a járvány. Ha megengeditek, akkor valamit mutatnék nektek, jó? Jó. Próbálok megosztani egy képernyőt, és remélem, hogy sikerül. Igen. Látjátok ezt a sok-sok-sok-sok vonalat? Igen. Ugye, ez azt mutatja, hogy minden országban másképpen alakul ez a történet. Tehát, hogy hol, mikor lesz vége, az attól is nagyon függ, hogy az adott ország mit reagál, milyen intézkedéseket hoznak, azt mennyi ideig tartják fönn. Ez is egy nagyon fontos komponense a dolognak. Tehát ahhoz hozzáadódóan, amit András mondott, hogy bízhatunk-e a vírusban, ugye a vírus is el tud gyengülni. Láttunk már olyan vírust, amelyik a passzálódás során egyre gyengébbé válik, hiszen neki az az érdeke, hogy minél jobban tovább tudja magát adni, és azok a változatok mennek tovább, akik kevésbé betegítik meg az ő hosztjukat, akik mi magunk vagyunk. Tehát ebben is egy kicsit lehet bízni, ez inkább csak remény. Erről a vírusról nem tudjuk, hogy ez meg fog-e történni. De mindenképpen arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy nagyon sok mértékben függ attól az országtól, annak az országnak a vezetésétől, hogy lokálisan mikor van vége valamennyire a járványnak, és közben meg nagyon függ az országok együttműködésétől is, hiszen látjuk már Kínán, akik maguk nagyon drasztikus eszközökkel, ha hihetünk az adataiknak, a járványt lelassították, megállították, de most már arra panaszkodnak, hogy külföldről kapják vissza. Az mennyire biztos, hogy lesz egy második hullám? Ha arra gondolok, hogy valóságosan mennyi fertőzött van, mennyi megbetegedett van, és abból azokból kik hunynak el, akkor úgy gondolom, hogy a második hullám valószínűleg gyengébb lesz. Tehát a vírus virulenciája, azaz invazivitása, tehát a sejtekbe való behatolása, a betegségek súlyossága az valószínűleg gyengébb lesz. Nyilvánvaló, hogy lesz valamiféle második hullám. Az előbb említettem, hogy Kínában már pillanatnyilag ott tartanak, az a második hullámnak tekinthető az újra behozott betegségek, de nem leszünk már fegyvertelenek ezzel a második hullámmal szemben. Ugye egyrészt ott volt a legutóbbi szalonotokon, amit hallottunk, Barabási Albert Ászottról, aki úgy hallom, pont nem látom, hogy itt van velünk, hogy az ő kutatásuk ugye egy iránytűt adott, hogy hova, merre nézzünk a lehetséges gyógyszerek között, ami egy fantasztikusan klassz dolog. Rengeteg ilyen study van folyamatban, ahol próbálják ki. Megint mutatnék nektek gyorsan valamit, hogyha szabad. Persze. Itt ez a képernyő mutatja azt az 590 folyamatban lévő clinical study-t, ami ebben a pillanatban különböző gyógyszerkipróbálások kombináció és azok kombinációinak a kipróbálását mutatja. Ez zajlik ez a kutatás, és itt egészen remek eszközökkel pillanatok alatt meg lehet nézni, hogy melyik az, amelyiket már befejeztek, és valamiféle eredménye is van. Egy pillanat türelmet, és mindjárt meg tudom nektek mutatni.
ebből még viszonylag kevés van, sajnos kicsit lassan reagál, de itt vannak azok, amelyek már be vannak fejezve, csak néhány ilyen kutatás van, 8 darab, de rengeteg van folyamatban, rengeteg. És ebből valamiféle eredményre számíthatunk. A Barabási Lacit közben szeretném megszólítani, ugye a Laci, ha jól tudom, itt vagy velünk. Igen. És jaj, de jó, szuper. Egyrészt gratula ahhoz, amit csináltatok. Közzétettétek azoknak a gyógyszereknek a listáját, ami hatással lehet. Az időskálák itt a fontosak, hogy mit lehet azon az időskálán csinálni, ami még hasznos lesz ebben a kitörésben. Az eredmények nagyon biztatóak. Legalább egy évre, mivel hogy új orvosságról van szükség, legalább egy éves gyorsított eljárásra van szükség, hogy a piacra kerüljön. Tehát bár van, ugye nem lehet olyan új orvosságot, csak azután lehet a betegnek adni, miután tudjuk, hogy pontosan milyen mellékhatásaik vannak. Tehát ez volt az ok arra, hogy mi kimondottan az úgynevezett repurposing-gel foglalkoztunk, tehát hogy a létező orvosságok közül próbáltuk megkeresni azt, amelyik hathat erre. Én optimista vagyok, az nem is az orvosság. Bízok benne, hogy valamelyik orvosság föl fog akadni, és tényleg alkalmas lesz erre, hanem a klinikai haladás. Tehát én úgy érzem, hogy itt a legnagyobb segítség az lesz, hogy ez a tudás föl fog épülni, és el fog jutni majd minden klinikára és orvoshoz, és sokkal értelmesebben tudunk, és tehát figyelembe vésze tudjuk kezelni a betegeket. Ha egy picit hátralépünk, azt látjuk, hogy a történelem eddigi legsikeresebb, legnagyobb szabású védekezése zajlik egy olyan járvány ellen, ami sok millió, 10 millió embert elvihetett volna. Dél-Koreában volt az a bizonyos 31. számú paciens a fertőzés legelején, akinek 1600 kontaktja volt egymagának, és felelős volt az első körének a betegségekben azoknak a nagy részéről, és hát emiatt aztán az a helyzet alakul ki, itt látszik, már tudom mutatni nektek, még egy pici kis türelmet kérek, de már ott is van, remélem. Nem tudom mennyire látni a képernyőn, itt látszik az első 31 paciensnek a története, a pirosak érkeztek Wuhanból, a kékek már helyben fertőződtek meg, és látszik, hogy nagyon kevés embernek nagyon sok kontaktja volt, és sok embernek nagyon kevés. Ugye ennek az egy embernek, aki itt van, picit közelebbről megpróbálom megmutatni nektek, ennek az egy embernek 1600 kontaktja volt, és ez azért történt, mert ez az egy ember valahol megfertőződött, aztán véletlenül volt egy koccanásos balesete, bekerült egy kórházba, ahol az egész kórházat megfertőzte, de mivel csak kicsit sérült meg, hát kiengedték a kórházból, hazament, és utána vidáman elment, elnézést kérek a templomban, nem akarom senki érzéseit ezzel megbántani, de ott nagyon sokan voltak kis helyre bezárva 2 óra hosszat, és nagyon megfertőződtek. Majd utána szépen lázas is lett, de már itt fertőzött, mert ugye tünetmentesen fertőzött. Utána szépen nem szeretett főzni, tehát elment egy ilyen büfébe, ahol eszegetett a többiekkel együtt, egy csomó embert megfertőzött, majd utána ment a következő szertartásra, és ott is 2 órát eltöltött abban a bizonyos közösségben, és rengeteg embert megfertőzött. Tehát ennyit. Ez az egy ember, ennyit. Tehát hihetetlen, ennyien lettek betegek tőle. Ez a rajta ezt csináltak, hogy egy remek vizualizáció. Szóval milyen tesztek jók, mennyit kellene tesztelni, és minek higgyünk? Több ezer vizsgálat alapján, 2 kínai teszt felhasználásával arra a következtetésre jutottak, ezek szerológiai, tehát gyors tesztek, hogy ezek a tesztek alkalmatlanok. Vállalhatatlan eredménye, ez a 2 kínai szerológiai immunválaszt mérő kit. Nem azért rosszak, mert a kínaiak mi nekünk és Európában rossz teszteket adtak el, hanem azért, mert a kínai tesztek a Kínában elterjedt vírusokból extrahált antigéneket használták. Az ottani fertőzött emberek erre 90%-ban
pozitívan reagáltak, de Magyarországra és Európába és Ausztráliába érve már elképzelhető, sőt nagyon valószínű, hogy a vírus megváltozott, és az antigén összetétele, a célpontoknak a keveréke nem ugyanaz, tehát a magyar fertőzött és az európai vagy más fertőzöttek nem úgy reagálnak a kínai antigénekkel, mint ahogy ott. Nagyon-nagyon kevés olyan teszt van, ami ezen a bevizsgálási folyamaton tényleg átment, és így használhatóként van, megbízhatóan használhatóként van elkönyvelve. Tudtommal az Egyesült Államokban is még csak talán 2-3 van, hogy mennyi van ebből, azt most nem mutatom meg nektek, de higgyétek el, van egy összesítő szájt, amin 300 valahány ilyen van már felsorolva. Én nagyon örülnék, hogyha abból 2-3 jó lenne, mert akkor jó lenne. Nagyjából az jött ki ebből a sok kutatásból, hogy ez viszonylag stabil ez a vírus, annak ellenére, hogy kis változások számosan vannak, és ezek azt eredményezik, amit András elmondott, de mégis van rá remény, hogy oltást ki lehet ellene dolgozni. Ezt olvastam a legutóbbi két összefoglaló cikkben. Tehát a kutatás hihetetlenül intenzív, lesz eredmény, kicsi kis türelmet kérek szépen minden kutató nevében, mindannyiunktól, magamtól is, én is nagyon türelmetlenül várom, hogy ez minél hamarabb eredményt hozzon. Gyakorlatilag 62 helyen folyik vakcina kutatás, és nagyon sok helyen ezzel a legutolsó nukleinsav vakcinával próbálkoznak. 2 van klinikai kipróbálás alatt. Szerintetek ebből, és tudom, ezek tippelések, de mégis, mert nyilván kíváncsi vagyunk rá, hogy ebből mikorra lehet védőoltás, olyan védőoltás, amit be lehet adni országokban embereknek sorozatban, tucatjával, vagy tömegével? Mit gondolsz, Laci? Örök optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy remélem, hogy még az év vége előtt. Ez egy nagyon optimista hozzáállás, nem tudom. A legkülönbözőbb cikkek, amiket erről olvastam, a legváltozatosabb jóslatokat teszik. A 3/4 évtől a másfél éven át minden jóslat elhangzik. Én csak azt tudom tényszerűen hozzátenni, hogy soha nem látott tudományos összefogás, gyorsaság és teljesítmény van folyamatban. A kínaiak tanulva a korábbi hibáikból most szinte azonnal, amikor a vírus megtalálták január elején, közzétették a bázis sorrendet. Ez eljutott mindenhova, párhuzamosan beindulhattak a kutatások. Most például az Európai Uniónak a kutatási szervezete, a GRC, egy ilyen pozitív próba anyagot csinált, amit minden országnak elküldenek, hogy lehet a teszteket, ezeket a bizonyos kérdéses minőségű immunteszteket ellenőrizni rajta, tehát egy ilyen biztosan pozitív teszt anyagot. Ugye ezek nagyon fontos dolgok. Soha ezek ilyen gyorsan nem történtek meg. Én csak kivetítem ezeket az eseményeket az oltás fejlesztésre is. Azt gondolom, hogy a hatóságok most nem nagyon fognak ülni az engedélyeken, hanem másnapra ki fogják állítani. Tehát rengeteg olyan shortcut van ebben a dologban, amikben én reménykedem, hogy valamelyest a szokásos tempóhoz képest ez föl fog gyorsulni.